A magyar forradalmaknak mindig volt és van szellemi, lelki vezére, aki felül tud emelkedni anyagi és politikai érdekeken, s ha kell, akár élete árán is bizonyítja igazságát. Hangzott el az október 23-ai ünnepségen Gödöllőn. A volt rendőrség épületének udvarán megtartott megemlékezés hagyományosan a gödöllői városi fuvószenekar összeállításával vette kezdetét, majd Fábián Bertalan, a Török Ignác gimnázium igazgatója mondta el gondolatait. Az ünnepi beszédben többek között arról ejtett szót, hogy mit tehetünk mi, kései utódok, emlékezők a hazáért és a szabadságért. Legfontosabb dolgunk, hogy tisztességben megőrizzük az előttünk járó nemzedékek emlékét. Nem hisszük, nem hihetjük el a hivatásos elhitetők magyarázatait, félreértelmezéseit, hanem újra és újra vissza kell térnünk a tiszta forráshoz. A mi forradalmaink szellemi vezérei a költők, írók, művészek voltak. A művészet nem hazudhat, mert akkor az alkotás gicsé, silányul, talmivá értéktelenedik. Tehát újra és újra érdemes visszamenni a tiszta forrásig. Petőfi, Illyés, Babits soha nem hazudik. Az ő szavaik ma is eligazítanak bennünket, pontosan kijelölik az utat forradalomtól forradalomig, egyik forradalmi változástól a másik forradalmi változásig. Rájuk és társaikra lehet és kell figyelnünk. S ha ennek a történelmi kihívásnak meg tudunk felelni, mondhatjuk Babits Mihállyal együtt, kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad, nem drótos fűzérbe görbítve, légy szabad virág szabad földön. Hogy árván maradva megrablott birtokán mondhassa a magyar, kicsi az én szobám, kicsi, de nem börtön. Az ünnepi műsoron a klubszínház tagjainak előadásában idéződtek fel a forradalom és a szabadságharc pillanatai. Valahogy mégse féltem. Nem éreztem a veszélyt. Azt tudtam, hogy bármikor lelőhetnek engem is, mint ahogy meg is lőttek, de valahogy nem jutott el a tudatomig. Pedig mellőlem nagyon sok embert kilőttek. A bátyámat ugyancsak megölték. Kirohant szegény egy Rádai utcai ház kapuján, egy pillanatra megállt, körülnézett, és már szét is vitte egy golyó a nyaki ütőerét. Egy villanás alatt meghalt. És még akkor sem éreztem félelmet. Október 25-e, csütörtök. 10 és 11 óra között 8-10 ezer ember vonul a Kossuth Lajos térre. A parlamentet védő szovjetek barátkoznak a tüntetőkkel. 11 óra 15 perckor szovjet tankok érkeznek a térre, és tüzet nyitnak a tömegre. A sortűznek mintegy 60-70 halálos áldozata, és 100-150 sebesültje van. A forradalom kopjafájánál a város vezetői, pártok, intézmények, társadalmi szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit. Az ünnepi rendezvény a hagyományoknak megfelelően a Dózsa György úti temetőben folytatódott Kis Antal sírjánál, aki a budapesti harcokban vesztette életét. A gödöllőiek végül Balázsovics András sírjánál helyezték el a koszorúkat, akit az akkori gödöllői rendőrség épületének kerítésén kifelé mászva hátulról ért a halálos lövés.